A Magyar Kanizsai Önálló Vállalkozók Általános Egyesülete néhány évvel ezelőtt együttműködési megállapodást írt alá a Kiskunhalasi Vállalkozók Klubjával, az addig is létező kapcsolatok szorosabbá tételéről. Ennek a megállapodásnak az értelmében azóta több uniós projekt valósult meg a testvérvárosi klubbal közösen. A legutóbbi IPA határon átnyúló projekt folytatásaként a közelmúltban a Magyarországi Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozási Kollégiumának, a civil szervezetek szakmai programjainak 2014-es támogatására kírt pályázatán szerepeltek sikerrel a partnerek. Az 1 millió 200 ezer forintos állami támogatást a Kiskunhalasi és Magyar Kanizsai Vállalkozók közös rendezvényei elnevezésű projektükkel érdemelték ki. Ennek a pályázati anyagunknak a célkitűzése az nem csak, hogy az együttműködés és barátkozás, hanem konkrét vállalkozások, konkrét szakterületen való kapcsolatteremtése, aminek a végső célja az, és kialakulóban van, hogy munkahelyteremtő együttműködéseket alakítsunk ki, és hogy Kanizsán is munkahelyeket bírjunk létesíteni ebből a határon átívelő gazdasági kapcsolatokból. A találkozón nem kis meglepetéssel vettük tudomásul, hogy a Kiskunhalasi Vállalkozók Klubjának közelmúltban megválasztott elnöke nem más, mint a Magyar Kanizsáról Halasra elszármazott Rafai István, aki már vállalkozóként vándorolt át Magyarországra, így a Halasi mellett jól ismeri a magyar kanizsai vállalkozók és vállalkozások helyzetét is. Magyar Kanizsai és a Kiskunhalasi Vállalkozók Egyesületei egy néhány éve kötöttek egy megállapodást, hogy kiszélesítik az együttműködést. És most, mivel egy uniós pályázat keretein belül ez anyagi támogatást is kapott, így úgy gondolom, hogy ennek végső ideje volt, hogy konkrét lépéseket tegyünk az együttműködésre. És ennek az első találkozója tulajdonképpen az együttműködésnek már konkrétan megkezdődött Kiskunhalason, most pedig itt vagyunk Kanizsán, és az itteni társainkkal ismerkedünk, egymás vállalkozásait bemutatjuk, mindenki megismeri a másiknak a működését, a problémáit, és ennek a keretein belül keressük azt, hogy tudunk együttműködni. És úgy gondolom, hogy ez nagyon pozitív irányba halad, tehát úgy az építőipar, mint különböző építőiparhoz kapcsolódó gyártások terén itt kialakulóban vannak már is együttműködések. A Magyar Kanizsai Községben valamivel több mint 350 vállalkozó van, de az Egyesület munkájából aktívan csak mintegy 60 veszi ki részét. Az Önálló Vállalkozók Általános Egyesülete ennek ellenére azoknak a vállalkozóknak is lehetőséget nyújtott a projektben kínálkozó konkrét együttműködésre, akik nem tagjai a vállalkozói egyesületnek, hiszen egy-egy szakterület fejlettsége, érdekeltsége vagy készsége a nemzetközi együttműködésre nem köthető az egyesületi tagsághoz.